Ezek a fotók még tavaly készültek a Balaton partján. A Magyar Tengernél 15. éve 2007 óta óvják a strandolók biztonságát az idén 100 éves magyar ifjúsági vöröskereszt fiatal elsősegi nyújtói. Nincs ez másképp idén sem, a programban augusztus végéig ezúttal több mint 300 fiatal önkéntes vesz részt, akik a vízben és a vízparton szerzett sérüléseket látják el 13 Balatonparti település 19 strandján a nyaralók laikus, de képzett elsősegényújtókkal találkozhatnak. Ezek a fiatalok képesek arra, hogy kisebb sérüléseket ott helyben ellássanak, illetve különbséget tudnak tenni azon esetek közül, amikor a mentőhívás szükséges. Egyrészt ezzel a szakképzett ö, ö, segítségnyújtókat tudjuk egy picit tehermentesíteni, másrészt gondoskodunk arról, hogy addig, amíg a mentőszolgálat vagy az orvos meg nem érkezik a helyszínre, addig a sérülteknek megfelelő és szakszerű ellátásban legyen részük. A fiatal segítők tavaly közel 3000 esetben segítettek a fürdőzőknek, az elmúlt években pedig 8-szor kellett életet menteniük, több tízezer esetben láttak el vágott szúrt sebeket és sportsérüléseket valamint enyhítettek róval csípéseket. A szolgálat a 16 év feletti fiatalokat várnak, előny, ha van már ilyen tapasztalatuk, azonban kezdőként is lehet jelentkezni. A strandokra ugyanis van osztják be őket, amelyből az egyik fél mindig egy tapasztaltabb személy közúti elsősegényújtó tanfolyam, vagy ennek megfelelő ö, tudással érkeznek hozzánk a fiatalok. Ugye az elsősegényújtás a Magyar Vöröskereszt életében egy nagyon hangsúlyos pont. Nekünk erre ö, szakkörök, bázisiskolai, bázisovodai programok épülnek. Nagyon sok fiatal a versenyző gyerekeink közül kerül ki, akik hát azt gondolom, hogy nem laikus, hanem leginkább profi elsősegényújtók, hiszen ők minden évben területi, megyei és országos bajnokságon mutatják meg, hogy mit tudnak elsősegényújtásból. A Vöröskereszt megyei szervezetei külön turnusokban küldik önkénteseiket a Balatonhoz, szabolcsat fiataljai pedig ezen a nyáron sem maradnak ki a programból. Sokan közülük évről évre visszajának, olyan is van, aki az egész nyarat lent tölti a magyar tengernél. A megyei igazgató hozzátette, felelősségteljes munkáról van szó, de közösségformáló esemény is a szolgálat, melynek elindulása óta sok barátság és szerelem kötődött már.